Változatos összefoglalókkal készültünk e heti Pilisi Szemlénkben is. Elvisszük nézőinket egy kicsit kirándulni a Pilisbe, lesz tánc, zene és egy kis közéleti témát is becsempésztünk. Nézzük miket is! A tartalomból röviden. Idén is volt Madarak és Fák napja Pilis Csabán. Fogjuk meg egymás kezét, Manninger Miklósra emlékeztek Solymáron. 22. alkalommal rendezték meg a Pilis Csabai Egyházzenei Napokat. Összefoglaló a Vörösvári Képviselőtestület legutóbbi üléséről. Lesznek hírek és ajánlunk programokat, tartsanak velünk ezen a héten is! A testületülésen is elmondtam, most ezzel kezdeném, hogy nehéz válaszolni a kérdésre, mert én úgy gondolom, hogy annyira jól sikerült a tavalyi év, hogyha ezt nagyon fényezem, akkor azt mondják, hogy öndicséret büdös, tehát óvatosságra int ez, hogy nagyon ne dicsérjön magunkat. De ugyanakkor meg tárgyilagosnak is kell lenni, ha alábecsülöm, akkor a saját munkánk eredményét degradálom. Tehát megpróbálok középuton maradni, azt gondolom, hogy külső szemmel nézve is egy nagyon sikeres év van mögöttünk, amit néhány fő számmal lehet talán külsősök számára érzékeltetni. Tehát először is egy nagyon jelentős... Sírokban egyrészt kerámia edények voltak, másrészt női és férfi ékszerek. A női ékszerek közül érdemes kiemelni ezeket a csonthajtűket, a nyakláncot, karperecet, illetve itt az alsó sarokban láthatunk egy gerezdelt. Ez is egy olyan pályázat, hogy vért fogunk izzadni tőle, mert borzasztóak a feltételei, de ha sikerülne, akkor a polgármesteri hivatalunk is önállátó lenne villannyal, ami viszont nem kevés, mert azért nekünk van egy villanyszámlánk. Tehát itt azért forog az áram. Kérdezem, van-e kérdés, hozzászólás? Az orgona a hangszerek királynője. Általában mindig az orgonák azok, amelyek megsínlették az elmúlt 50-60 esztendőt, hiszen a templom külcsínyére, belcsínyére valahogy mindig akadt pénz, de arra, hogy egy-egy orgonát felújítsanak, és az valóban szépen szóljon, arra ritkán volt mód, ritkán volt.